jövő héten a Mancsal, meg ha akarsz te is jönni, akkor, akkor valószínűleg megyünk tárgyalni gokárt alkatrészek és mi egymás ügyében. Nem, hát megyek is, hát ha akarsz jönni, akkor jöhetsz te is, de ja, eszembe jutott, hogy a Miklósi Tomi barátomnak, tudod, vannak gokártyai. Ahol voltunk, tudod, az Aktív Parkban. Pont vannak eladó gokártyaik egyben is, és szétszedett állapotban is. Érdekes. Némi készpénz segítségével oda fogunk menni. Prototípust szeretnék összerakni. Ezt ki kell próbáljuk a telepen, hogy hogy dobja le a kedves Bironta a barátunkat, mekkorát lehet vele esni. Jó, szívesen fel vagyok. Mint gondolnátok, nem is ez a probléma. You know what I mean, bro? Absolutely, yes. But in a boat. No misunderstanding. It's a terrifying word, you know? Jó, hogy megtanod az angolul. Köszönöm szépen, nektek is jó hétvégén, ha addig nem beszélnénk, bármiben tudok segíteni, szóljatok. Természetesen. Thanks. Are you hearing me? Igen. Oké, és én akartam. Van egy gondolat a fejünkbe. Igen. Nem tudom, láttál-e már ilyen drift gokártot, ilyen mini? Igen. Láttam sok hasonlót, de gondolom nincs két egyforma nagyjából. Van egyébként, most már kezdik sorozat gyártani Amerikába. Igen. Nagyon rá. Ausztrália. Ausztrália, bocsánat. Igen, csinálnánk ilyet, mert az vicces. Hát ennek majd, ha a prototípus jól sikerül, akkor egy picit tovább mennénk ezzel a sztorival. Agyaltunk rajta, hogy így gokárt, alkatrészeket elkezdtünk nézegetni, az úgy kurva sokba kerül. Úgyhogy pont ezért hívtalak, hogy neked vannak ilyen mindenféle... Van mindenféle. Nézzük meg, mit van. Tárd elénk! Gyere, Rics, jöttek megnézni a mindenfélét. Hello! Hello! Mutasd, mit van. Na, szóval, amiből van több, igen, mindenféle variációban, igen, van egy ilyen flottánk. Ez most azért mutatom ezt, mert ez egy... Ez egy összeszerelt darab, azért, mert egybe vettük őket. Ebben minden benne van, Mancs. Uh-huh. Szétbontottuk őket csontra, tehát a váza el lett vívve megnézni, hogy nincs lepedés, ilyenek. Le lett szinten ez a váza, új taposók lettek bele vágatva. Tehát, hogy igazából mindene újszerű, nem trendi. Ez már retrós ilyen szempontból. Aha. Hozzáteszem, ezerszer jobb konstrukció, és sokkal jobb lenne, mint az új szodikkal. Meg ez már bizonyító. Valahogy a kormányszög, a kerék összetartása, minden olyan, hogy sokkal direktebb a, sokkal direktebb a vezetése. Hozzáteszem, tudod, hol vannak ilyenek még mindig? Azt mondja, a Schumacher versenycentrumban ő mindig remote vesz csak. Igen. És akkor egészen a do-it-yourself-es. Ott a polc. Menjünk a polchoz. Szerintem az nekünk jó. Alapvetően engem egy olyan dolog érdekelne, ami úgy komplett, hogy mit tudom én, nem kell a taposó, nem kell a külső váz, nem kell kormány. Igazából hajtás, motor, futómű. Így van, ez kell. Minden itt meg... már van ilyen félkészes, benne a hátsó tengely, benne a csonkok, benne a motor, kormány. Motor egyforma mindegyikben? Ezekben igen, ebben a 200-as Honda blokkok. Vannak. Igen. Nekünk szerintem a prototípusra tök mindegy, hogy mit rakunk. Így ez 9,5 lóerő, a 200-as meg 6,5 lóerő. Mm. Tehát az két Simpson. Ja. Ez is sérült alkatrész, jól látom. Mm-hmm. De hát attól függetlenül ez még tök jó. Hát azért is kidobva. Bármilyen megoldásba, bármilyen, tök mindegy. El akarok vinni egy adag holmit, és ebből én össze akarok tákimákizni egy izét. Két opciót választhatsz. Vagy készpénzért fizetek. Vagy ha akarod. Vagy leszem. Kut. De jó, hogy széles látószög. Mutassál, melyiken van olyan kell, tehát figyelj, ez a külső váz nem kell. Világos. Fölösleges. Ja, kiférhet, hogy én tudok. Hű, ez már most vicces. This is the motortartó bak? Igen. Így van, de komoly. Én gondolom, nagyon bonyolult motortartó bak van, oda van csavarozva a motor. Így van. Igen, csak hát... Aha, ez tök jó. Nyilván telibe el fogjuk kúrni az egészet. Tehát tudod, tehát ez konkrétan az fog történni, hogy ebből csinálunk még egy... Még, most kívül. Amit csak elfér.
Hát ez nagyon fancy, hallod, Mancs? Ez egy tökéletes. Ez valami. Ez milyen az? Szerintem ez kész. Rá van írva csak, hogy nincs benne olaj. Ez a szíjas. Igen, csak ez szíjhajtásos, ez jött le az egyik tandemről. Faszom, hogy hát ez a védőgeny, ez elvileg tudja a... faszom, hova kell rakni. Jó helyen vagyunk, Mancs, biztos? Legyünk, átnézzük, hogy milyen a folyam. Tomi, te menjél magunk. Én megyek, kapszak őtöttől. Ez a gáz. Az a gáz. Ez tuti, hogy a gáz. Ez a regulátor, bocsánat. Az mit jelent? Az egy fordulatszámszabályzó. Ezt általában ki szokták kötni belőle, vagy ki szokták nyitni, tehát kiakasztják. Ha eléri a maximális fordulatot, akkor gyakorlatilag ez behúz. És onnantól kezdve nem engedi, hogy tovább forgasd. Egy motorvédő program van benne. Én akkor is ki akarom tolni! Ne menjen ki a fűtés. Egyébként akkorára kell csinálni, hogy kettő beférjen a turámba. Tényleg. És ha, hogy van a... Annyira tudtam, hogy ez lesz. Akkor biztos, hogy farral kell beállnunk. Hát ez picsa füst. Állj be a hátuljával, valamint tetted be. Oké. Akkor megvan. És akkor most föl kéne állítsuk szerintem, nem? Így. Ez jó lesz, ez jó lesz. Ezt így a fúl, geci. Oda nem. Hát ezzel beálltunk, gec. Ha, igen. Nagyon cuki. Fordítva talán még a jutalasztás is van. Aha, persze, hát ez biztos is, hogy fordítva. Úgy csak gondoltam, hogy... First of all... Kerékfelfújás szájjal? We have puha kerék z. Mit? Yes! Aha. És tök jó tartja a levegőt is, mert múltkor fülfújkács voltam. És no step. Ne lép rá, de azt nem írták oda, hogy ne üljek rá. Nem tudod, mennyire kell fújni egy gokárt kereket? Sutyko. 2,45. Ezt olyan... Én elhittem volna, hogyha utána nem néznek rád. Igen, igen, én is. Ezt olyan határozottsággal mondtad, mintha minden nap go-kart kereket kérnél fel. Kettő, kész. Tök jó. Busz hangja van. Szerintem most két mára fújjuk. Jó. Ó, mennyi meg, hogy szervós hajad meg! Oh, figyelj! Figyelj, láttad, hogy kiemeli? Oda nézzél! Ah, hát, driftet, hát az. Készül a drift kár. Egy hárdoros. Itt kell valami a 16 projekt mellé hozzáfedni. Megjött a másik projekthez is közben. Na mi a fasz van itt? Hello! Lettünk ilyen. Feltaláld a kereket, az kocka, mi? Aha. De akkor ezzel ma már baszhatunk egyet. Hát, hogyha berakom. Mondjuk fék, akkor se lesz ma, az kell társa előre, meg minek? Bicikli fék. Hallod, ha nagyon meg akarsz állni, látaposol a kerékre. Nem érnek valóban. Régen hogy fékeztük a BMX-el, ide beraktad a lábodat a vászhoz, nem? Te, új gyerek. Várj, a csend megfordítva a kormány. Patkófékes BMX-ed volt mi, burzsúj kis köcsön. Átvezetővel. Pedig falunk megöltek volna érte. Nem úgy néz ki, ez a jó korvet. Szóval van egy ilyenünk, ami egyik... Te mit szívtál? Nézd meg, olyan... Kussolj már egy kicsit, az meg kibaszok mindenkit. Nem tudom forgatni. Nem bánnám, hogy csömbbe maradnátok amúgy? Az üzleti tárgyalás. Az anyád picsaját, húzzák ki, azt nézd meg a saját internetedben a szarodat, köcsög! Azt hiszem januártól elérhető. DPC 17 PS. Tud 13, 14 bát, majdnem. Nagyon fancy kis tud amúgy. Először rakjuk fel oda, és pótoljuk a hiányosságokat, nem meg? A motor emelő segítségével. Én magam vagyok. Azt meg a másikat is mindent kapcsolják fel. Gyengébb, úgyhogy tök fontos. Ezt ott össze kell csavarozni, hogy legyen berántó. Ugye stíl színű, és nem bevalt színű. Tehát... Stílusos. Stíl színű, stílusos, igen. Vukum, vukum, letunkatunk, de hol lehet a vákum? Most ezzel mit csináljak? Nem hiányzik onnan egy alkatrész? Honnan tudjuk? Hát igen, nem, hát ez...
Nem, ez nem, nem. De nem volt rajta benne semmi se. Nézd már meg, hogy ez itt nem az van, hogy tesz a... Valahogy oda. Oda? Így? Ja, oda nem, és ide. És akkor bukum bukum. Try it? Hát jó. Én mindig könnyen meggyőzhető. Igazásom van. Hát ez mennyit megér, hogy egyszer kipróbáljuk? 9 óra, hülye vagy? Hát ennyit hogy ne érne meg? Hát még annyit is megér, öcsém, hogy arrébb furom az irányítókat, csinálom még steering anglét neki. Oda meg oda, nem? Ha. Hú, ez a gúj volt. Hatok a lámpának azért van. Ó, milyen kis forrósan fújsz, ilyet sem láttam még gyakran. Állandóan zajon. Honnan a Tamahánál már csak ebbe könnyebb motort rakni. Szerintem is. Megcsinálom úgy, hogy ne ugorjon le a lánc. A motor központosítás 10 mértékkel. Valaki tartsa meg, legyen olyan bátyám. Hú, látom, tartod. Igen, ne zavard, mert éppen telefonon. Igen, 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 igen. Ember halál lesz, az meg. Ember halál vagyok, igen. Hangos ez a szar. Rengeteg visszajelzés van rajta. A zöld mehetsz! Piros, állj meg! Várjál! Főszem a szemüveget is! Jó durgós, igen! Jó, jó! Jó! Ameddig halljuk, hogy jár, addig nincs olyan nagy baj. Ha csend van, akkor kell futni. Igen. 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 Te, hogy durrok be az, ami minden. Fűzzük akkor azt az egész kócerájt. Nincs egy izéd, egy csoki. Csoki, ott a csoki. Hát akkor de... meg csak a varkőbe le, vágd le. Nem akarom, nem merem bazd meg, mert nem tudom, hogy azt utána hogy fogom tudni amoda berakni. Hát nem akarom szétbaszni. Egyszerűbb, ha ezt kifúrom, egy picit nagyobb. Ja, érted? Igen, igazad van. Na. De akkor ezt meg flexeljük el. Nem kell, hát ezt kicsavarom a csavart, és ezt becsavarom a helyére. Úgy, mert miért faszál? Nagyon zseniális vagy. Kérlek, hozzá nekem idegkezelő szerveket. Marék ott van a satupadon, meg egy tízes... Nem marék. Csile? Tényleg. Aha, király volt. Ez egy kínzó karburátoroszt észrevetted már? Bizony. Értek hozzá? Valóban? Dolgoztam a városgondnokságon. És milyen büszke? Kötmunkába azt azért, tedd már hozzájól! Bekötöttem az üzemanyagrendszert. Biztos, hogy ez a bejövője? Be, de. Igen. Az, jaj, ki van akadva. És akkor ezt is? És akkor már jön is. Hát a szopókázod is, akkor ennyi megjön. Hát ha lenne benne benzin. Végig szopókázom kell, még megjön? Ott van rajta szállam. Berak be a szállam, és úgy. Te magad vagy a fúrjuka? Ezt beszoptam. Elvéget, hogy nem látok. Hopp, tömület. Jajaj. Ó, vége. Megsérült. Szerintem hibát. Már nincs megsérülve. Rögnék meg szigla, és jönne a benzin. Aha, működik.
Mert pulzálós. Igen, igen. Na, akkor nem szívnod kell, szopogatni. Mint a barbúdja. Tényleg, bazánk, Zsolti, lebaltott megékötjük, ráengedett regulátorról a nyomást ott a kupakra, akkor biztos van állandóan. Van még hasonló jó ötleted? Majom tele vagyok. Összekötőben jár vastagon, ez belemegy? Már mindjárt, várj egy picit. Vagy ledugózunk egy tét. Egyre jobb, bazánk, nem cseréljük ki azt a csövet. Véletlenül nem bírod, mert ekkoráról ekkorára kell leszűkülni. A fotel fizikus ugye onnan okoskodik. Na, valakinek azt gyere is kell bazni. Szemű, azt közd már be a gázrúdozatot, geci, mert én nem látom. Ne röhögjétek meg, kisköcsög! Te szemed is el fog romlani. Leveszem a légszűrőházat, hát ha segít valamit. Ne, hát az kell, különben nem lesz jó azért. Tényleg? Pulzáció. Mi? Majd lesz pulzáció, bazd meg, de nem látunk, jó? Nem, így se látunk, úgyhogy szaroktál. Hozok mindjárt fény. Csak hozok fény. Nem elég a szemem hozzá. Neked meg van egy csomó. Így, hogy belevilágítottál a szemembe. Ugye? Van rajta nyuszi meg teknős. Hát ugye van rajta nyuszi meg teknős, és mibe megyünk? Hát itt nyusziba. Na, az a jó. Na most teknősben van a labban. Majdnem jó helyre tetted, látod? Nyuszi. Putika? Te nem is ott kell nézni, hol a kezem volt. Nem jó helyem, egyen lejjebb. Te látod, mert én nem. Én látom. Most nagyon leraktam. Ez nagyon teknős. Veri teknős. De miért kell ennek a műanyag szarnak itt rajta lenni, hogy ne lássunk semmit? A vákum, értem már. Semmit nem fog, semmi nem történt most, haver. Mi? Ég egy ott a világon. Hogy? Hát ez az. Ki a tömítés? Várjál már, ne zavarj össze. Jó ez. A kettes szerelő pozíciója. A logika királyai vagyunk. Robert Cizamecki. Bazd meg, ezt így elkúrtad. Elkúrtad? Nem, csak rossz a sor, nem. Hol? Most itt az melyik lyukba kell tenni? Szukok a nyomokba is betűnhetség. Na, a büdösben esik, kitanítom. Nem kell, miért rájövök. Mind a ketten jók leszünk. Ha? Te ki tudod húzni időben? Figyelj, már van benne amúgy. Jó? Ó, nagyon jó vagy. Ez nem volt időm. De, hajjaj, höcsém, ez nagyon nem engedte Béli. Ez nem engedte Béli a göci! Várjál, Móni, vágjunk egy másik ilyet. Aj, azért ne essünk túlzásba. Tedd úgy vissza, az kész. Császlovák, tükört tapasztal, meg kenjük. Jó, az így egybe rakd, nyálazd meg, addig oda tapod, amíg felhúzod rá. Tényleg, hát tökéletesen még adott. Rossz fejt nyálasztam meg, Móni. Miért rakod fel egy betkét oldalról is, mert tudod most már? Tényleg? Micsoda? Semmi, minden jó. Az a Csehszlovák tükör tapaszt? Nagyon jó lenne. Csak hogy legalább ott maradjon, amíg összerakod te hülyet. Benyálaszta. Jó, benyálaszta. Vagy baj? Mike, mi a baj? Tessék egy kis, kis szerelő baj. Tiszta az ujjad? Perc! Ezt vedd le, ezt vedd le. Igen, szépen vagy. Nincs egy kifli, nincs egy kifli. Tényleg ott marad. Na, ott marad? Na, észre legyél. Szóljak el komolyabb cucc már. Mert szólok, hogy ott van. Hullára? Működik. Ide tudjuk kötni a mapot. Mapot. Szóljak el még majd. Jó lesz. Mobil sató. Igen. Vagy fúj, vagy fogd. De már ne... Igen, ezért. Lassan már nem kell az a fény. Igen. Így engedem. Ezeknek. Az meg a másik. Ja, várjál, mi vagyunk közöttek. Mi vagyunk közöttek. De nekünk jó, nem? Ezért átdugunk egy hatos csavart. Tudom vinni akar? Azért ilyen kurva nehéz húzni. Te, te voltad, kössünk el. Aha. Így hoztam ám hozzá csavart. Várjál, mert még nem biztos átmegy rajta. Nem vagyok büszke.
nem vagyok olyan büszke erre a lukra. Te voltál a projektmenedzser, nem? Hát ő lyukára sem vagyok büszke. Vannak hibák egy lukot, geci! Egy dolga van egy luknak! A kerek legyen meg akkora, mekkora kell, de hát az nem az. Nem vagyok a büszke erre a lukra. Anyádat! Te csak csöndbe szökültjél a szapókádat. Figyelj! Ráülök! Ráncs be! Megint vinni akarja, és kurva nehéz lesz baráncsolni. Emeljük meg valamit. Igen. Hát jó volt. Hány csapába szépen, kurva nehéz! Hallod, hogy csinálod az olaj belőle, bassz! Nem baj! Nem baj! Tudod, akár ki is szállhatnám, hogy beindítjuk. Nem! Az fogság! Milyen ünneprontó vagyok? De nem el, hogyha gyorsan el kell indulni, akkor jó, jár, gyorsan, gyorsan! Ha lerakjuk ezt magát, olyan, amivel gyorsan elindul. De el fog menni magától. Tudom. Figyelj meg, a tuti, hogy a telep túloldalán fog megállni ez a geci. Ja. Várjál, hozok egy kis alapjáratot neki. Kell egy max-ekú erre. Max, igen, szerintem is. Csínyektorosan, és figyelj. A faszomat a kurva karburátorra. Én megelőlegezek neki. Ezt hogy a faszomra fogod látni? Mechanikus Emil? Így szerintem. Kicsit eldúsítottam az alapjárat, mi keverik. Jajaj! Én fogom. Hivacok. Ez a baj. Hát kigyulladja. Valaki más jön? Van egy benzin, bassz meg, hát látom, hogy jön. Lehoz csap! Ne basszál! Hogy van? Ha honnan tudja? Így. Ez így, ez meg így. Így van a szivató? Jangbi. Nem most van az, hogy már a szivató nem kéne, csak gáz. Levegőnek. Ha? Várjál be! Beállítom a fókusz! Mi a vagy össze? Na, hála ér! Rível autózik! Én is ilyen gyorsan. De elindulni is gyorsan indul el, az a furcsa. Valaki menjen! De hogy volt ennyi? Elég üres a... Mi? Szűrő. Szűrőnél. Ilyen beteg amúgy. Nagyon jót meg. Ó, tele vagyunk. Hát akkor kiemeljen. Azért megpróbáljuk. Ó, állj meg, itt is kiesett egy csavar valahonnan. Egyre több csavar esik ki belőle. Ez egy csavar, ez vajon honnan? A deklibe már nincs egy. A deklibből ömlik az olaj, nem csöpök. Hát az zé. Jó, látod, hogy a féktárcsa érte néhány helyet? Ha? Az is lehet, hátul vigyázz, amikor kanyarodsz és bassza fel az arcodba a kavicsokat, a meleg gumi, az nem olyan jó. Megmelegedett? Megmelegedett. Meg. Igen? Menj már! Mondom. Lagyos! Figyelj, némi revíziót igényel, az már biztos. Csavarokat meghúzni. Lehet, hogy nem kellett volna. De kell! Végezz meg! Most nem kellett. Jó! Gáz! Jó! Jó! Jó!
Szerintem most kopott el a kukló. Lehet. Vagy a lánc? Lánc? Aha. Ja. Engedd rá! Egy csuszi meg csak itt néz a nézőközönség. Csuszi, hát töltjük ilyen betét napon a saját bőtét. A lánc is szik. Kapott a lánc. Hosszik lánc. Kurva jó sziklázik az a lánc. A lánc meg a féktárcsa. Két dolog, ami kellett a szarban. Hát ez szívem. Mondom ésszel! Most vettük, te köcsög! Hát a teszt az tökéletesen jól sikerült, és ez fogja vinni elég. Elemezzük a videókat? Aha. Ez így most tök jó lesz, mert itt meg lehet ölni valakit ezzel. Oda kéne egy LED lámpa. Hú, de keci menő lenne. Uh-huh. Jó jövő hangja van ennek a kompresszornak. Mi? Ifafék hangja van. Mert? Ifafék. Uh-huh. Egy kis önindító mód. Azzal. Figyelj, a fejlámpa mindig oda világít, ahova mész. Nem biztos. De. Oda, ahol nézel. De valahogy hátrafele mész. Elárulok egy aranyszabályt. Amelyre nézel, arra látsz. Én a tükörbe nézem. Ezt megmondta Rozé atya öcsém. Rozé atya? Rozé atya. Rükvercbe tetted. Vajon. Fordítva, nem, hogy tolja át. Mehet. Jó, nagyon kakas. Sivató zárva van. Mindegy az. Jól jön. Ja. Csinál, hát itt még tele van levegővel. Hát azért kéne úgy fordítani. Fölül kéne kijöjjön. Túlmosnak. De úgy az a sós kifébb az meg ez az egész. Hallod a cigá szájában van még? Nem. Ja. Jó, zárd el a dolgokat, várjál Márkó már. Nem kuplunk szegben, most a benzin szerint. Ha. Mehet? Én leúrok. Mehet? Mit egy ilyen valami úgy fröcsköd, heci! Megadta a láncot! Oh. Jó, hát meg kell jobban feszíteni, mert ez... Kurva jó, geci! Nagyon állhat a szörnyen néz ki, hogy Patagy, ez a szekér hang, ami jön ki belőle. És érzése is nagyon szar. Toljon valaki lassan előre. Engedd el. Kúva nyelv. Ugye a légszűrő hát le van lazulva. Ja, hát azok nem segítenek az ilyen dolgok. Igen, ezt hozzá már egy 10-es kulcsot, mert lehet, hogy ezért szívva a sod, geci. Így már lehet, hogy jobb lesz, nem? Aha, van esély.
megtalálta az egyetlen helyet, ahova be lehet találni. Ja, kik van az olaj? Szerintem!